Kárpátalján továbbra is fogadják a háború elől menekülő családokat. A 13 ezer lelket számláló Herincsei kistérség a háború kitörése óta csaknem 150 ezer embert fogadott be. Egy részük magánembereknél került elszállásolásra, de többségük a kistérség kommunális intézményeiben kapott ideiglenes szállást. Néhányan a menekültek közül külföldre utaztak tovább, de vannak olyanok is, akik hazatértek már otthonaikba. Valamivel több, mint 150 fő él közösségünkben, közülük 44-en az Alsóbisztrai Gimnázium kollégiumában kaptak szállást. Mivel a kommunális intézményben nincsenek áramkimaradások, az ott lakók kényelmes körülmények között töltik napjaikat. A Huszti járásba érkező új menekülteket a megyei tanács javaslatára az orvosi rendelő emeletén kialakított szálláson helyezik el, ahol korábban a helyi poliklinika működött. Az új menedékszállás kialakítására a tulajdonunkban lévő intézmények közül több mint 10 ingatlant javasoltunk. A megyei tanács választása a korábbi poliklinikára esett. A felújítás becsült költsége 3,3 millió hrivnya volt, amelyből közel 3 millió hrivnya a megyei költségvetésből, a fennmaradó 10% pedig a kistérség költségvetéséből lett kigazdálkodva. A felújítás során sor került a tetőszerkezet, a nyílászárók és az elektromos vezetékek cseréjére, új vizes blokkok is épültek. A munka közel 2 hónapig tartott, november végén már beköltözhettek az első áttelepült családok. Ebben a helyiségben 3 család került elhelyezésre, anyukák a gyermekeikkel. Minden szükséges dologgal elláttuk őket, kaptak párnákat, takarókat. A megfelelő életkörülmények biztosítása érdekében 10 darab 6 férőhelyes szoba áll rendelkezésre. Ezen kívül van egy teljesen felszerelt konyha is. A jótékonysági szervezetek mosogatógépeket, szárítókat és zuhanyzókat is vettek. Van egy hűtőgéppel, mikrohullámú sütővel és tűzhellyel felszerelt konyha. Ezen kívül mosó és szárítógép is könnyíti az itt élők mindennapjait. Elsősorban a szociálisan rászoruló kategóriákat látjuk itt el. Ezek a kisgyermekes anyák, idősek, fogyatékkal élők. Összesen 45 fő befogadására van lehetőség. Segíteni tudjuk az itt lakók óvodai, iskolai elhelyezését, biztosítjuk az orvosi ellátásukat. Amennyiben szükség van rá, van lehetőség pszichológiai segítségnyújtásra is. A jótékonysági alapítványok és nemzetközi szervezetek élelmiszerrel és más szükséges dologgal látják el a menekülteket. Hogy segítsék őket az új helyen való beilleszkedésbe, munkát is kínálnak nekik. A folyosón már elhelyezték a helyi munkaügyi központ információs standját és az üres álláshelyek listáját. Jelenleg senki sem lakik az ideiglenes menedékhelyen, de az ajtók nyitva állnak a belső menekültek előtt. Az összes helyiséget teljes mértékben elektromos áram táplálja. Áramszünet esetén a helyi hatóságok által vásárolt generátor továbbra is biztosítja a fűtést és a világítást.